Tiszteltel, köszöntöm a Létszám Televízió kedves nézőit, Eszterházi Sportcímű magazin műsorunkban. A 2016-2017-es sportszezon tanév második felvételével jelentkezünk innen a Létszám Televízió stúdiójából. És ahogy múlt héten említettem önöknek, Jordán Dániel, az EKFSC ügyvezetőjével történt beszélgetést követően, ezúttal már sportcsapatainkkal is megismerkedhetünk, pontosabban ismerjük már őket, viszont az, hogy hogyan zajlott a nyári felkészülés egy-egy együttest illetően, az természetesen majd a mai napon, illetve az elkövetkezendő hetekben derül ki itt a Létszám Televízió nézői számára. Elsőként nem csak az udvariasság szempontjából, hanem azért is, mert már a női csapat az elmúlt hétvégén szerepelt az NB1B keleti csoportjában, tehát elsőként az Eszterházi KFSC másodosztályi női kézilabdásaival beszélgetünk, illetve annak csapatvezetőjével, ugyanis az egyik vendégem egy úr, bár ez a megszólítás így magunk között mondva kicsit vicces, de hát természetesen a viccet félretéve Rutka Pétert és Borbé Mártát köszöntöm itt a stúdióban, az Eszterházi KFSC csapatvezetőjét, illetve frissen szerződtetett balszélsőjét. Sziasztok! Szia! Köszönöm, hogy eljöttetek. Hát azt gondolom, kedves nézőink, Rutka Petit már ismerhetik, jó néhányszor megfordult nálunk, Márti először kicsit izgul is, hát egy picit a feszültséget próbáljuk oldani. Voltál már ilyen tévéstúdióban, vagy ez az első alkalom? Nem voltam még soha. Nagyon feszélyezve érzed magad itt a kamerák és a reflektor előtt? Nem érzem magam. Na jó, majd úgyis oldódsz meg, amikor majd beszélünk a kézilabdáról, akkor alapvetően majd engedsz, úgy gondolom. De hát beszéljünk magáról a felkészülésről, hiszen kedves nézőink már számtalanszor hallhattak arról az elmúlt időszakban, hogy egy 7-hetes nyári alapozó időszakot tudott a háta mögött az együttes. Már július második felében elkezdték a munkát Hegedűs Tibor és Terenyei Ákos tanítványai. Erre is ki fogunk térni Terenyei Ákosra, hiszen új másodedzője van a klubnak. De hát én azt gondolom, Peti, hogy először azzal kezdjük, hogy mi történt nyáron a klubbal. Tavaly azzal fejeztük be, hogy egy nagyon-nagyon fájó utolsó néhány mérkőzést tudhattunk a bajnokságban. Ugye négy mérkőzésből hármat elveszítettünk, és hát ennek köszönhetően harmadik helyen futott be a csapat. Ezt azért már mindenki megemésztette, volt egy viszonylag hosszabb nyári szünet, és aztán hát kezdődött a munka, de a lányoknak neked már jóval hamarabb. Hát igen, ugye a klub megmaradt, a neve is továbbra is ugyanaz marad, mint az elmúlt években, annyi kitétel, hogy most már csak Eszterházi KFSC vagyunk, jelenleg nincsen szponzora a csapatnak, de igazából minden ugyanúgy zajlott, mint ahogy az elmúlt években. Ugye szerettük volna megtartani az összes játékost, és szerencsére sikerült is, itt beleértve a Szaszát is, illetve hát a hiányposztokra szerettünk volna olyan játékosokat szerződtetni, akik a mi elképzeléseinknek úgymond megfelelnek, hiszen nem felejthetjük el, hogy az egyetem most már úgy hallgatója legyen az egyetemnek, illetve hát mellette, hogy hát profi sportolóként teljen az életük nap, mint nap. Azt gondolom, hogy minden jól sikerült egyelőre. Ugye túl vagyunk az első bajnoki mérkőzésen is, ami egy presztízs mérkőzés volt számunkra. Jól vettük az akadályokat, de azt gondolom, hogy a nyári felkészülés is úgy zajlott, ahogy azt elterveztük, bár ott a Kispest elleni mérkőzésen hát volt egy hatalmas káosz mindenkiben, de szerencsére hamar túl lettünk rajta. Igen, ugye említettem, hogy 7 hetet foglalt magában a felkészülés időszak, amit hát legalább 10 edzőmeccs tarkított. Ebben voltak jó edzőmeccsek, voltak rosszul sikerültek, de szerencsére az elmúlt utolsó hetekben már tényleg egy olyan, hát úgymond lehetett látni a fényt az alagút végén, és hát szerintem azért ennél többet is, tehát közel voltunk a kijárathoz, és hát tényleg az első bajnoki mutatott teljesítmény bizonyítja is azt, hogy azt a munkát, amit el kellett végezni az alapozás során, azt sikerült elvégezni sikeresen. Hogyha ezekről az edzőmeccsekről beszélünk, ugye itt volt NB1-es ellenféllel szembeni a Kispest, gondolunk, ugye NB1-B nyugati csoportjának él csapata, a bajnok aspiráns a Vasas ellen, ugye hármat is játszottunk, több másodosztályú csapat elleni összecsapás, tehát egy elég egy összetett felkészülés volt. Hogyha kimondottan ezekre a meccsekre gondolunk, akkor
Akkor mennyire sikerült itt egyről a kettőre lépni szerintetek, ahogyan folyamatosan egyre több munka volt a csapatban? Nem tudom, mert nekem ezek a délután játszó edzőmérkőzésekkel egyetlen egy problémánk, hogy a délelőtt az ilyen 10 órai kezdés jelent, amikor gyakorlatilag nem, hogy a játékos, senki nem tud még olyan üzemi hőmérsékleten pörögni, hogy ez jó legyen. Mindig beszélgettem Juhász István, hogy hát ez nem olyan, és akkor mindig mondta, hogy hát majd délután. És ugye mindig ott volt, és délután meg ez a... Tehát meglátják Juhászt, és úgy játszanak, mint hogyha NB1-ben lennénk. Szóval tényleg nagyon, nagyon jól működött, és mindig mondta talán is, hogy hát nem értek hozzá. Hát valószínűleg nem értek hozzá, úgyhogy... Jó, hogy ezt mondod, mert amikor reggel szoktam teniszezni, és rendre elveszítem az első ösztetőt. Hát én mindig ezt magyarázom magamnak, hogy reggel nehéz. De tényleg, akkor ez így van valóban. Délelőtt nem olyan tempóban kézlabdáztunk, ahogy délután, de ami számomra nagyon jó volt, hogy például a Vasas ellen, ami szerintem egy nagyon jó csapat lesz idén, szerintem a nyugati bajnokságot megnyerik, mind idegenbe, mind itthon nagyon jó teljesítményt tudtunk nyújtani. Főleg ez az utolsó Vasas itthon, ez tényleg olyan volt, hogy ha így fogunk kézlabdázni, akkor azért nehéz lesz minket megállítani bárkinek, de hát nyilván minden nap más. De az ott nagyon, nagyon klappolt. Márti, te ugye nem az első héttől kezdődően vagy itt a csapattal. Volt egy kusza sztori, azt majd mindjárt elmondod, gondolom, hogy igazából volt egy játékos, akit bejelentett a csapat a sajtótájékoztatóján, aztán végül is nem érkezett meg. Aztán nem tudjuk azóta meggyógyult-e vagy sem, de a lényeg az, hogy egyel kevesebb lett a bejelentett játékosok száma, viszont Borbé Mártit sikerült megszerezni a mondhatjuk egy utolsó utáni pillanatban, hát nem mondjuk, mert a felkészülés elején volt, de a lényeg az, hogy te kicsit később csatlakoztál. Ettől függetlenül azért, ahogyan én is megismertelek, meg tudom a dolgokat, hogy nem okozott gondot a beilleszkedés, tehát jól érzed magad, ugye, és minden rendben történt. Igen, valóban egy héttel később csatlakoztam a csapathoz, de úgy érzem, hogy nem szenvedtem hátrányt ez alatt az egy hét alatt, ugyanúgy én készültem otthon, és utána ugye kiderült, hogy jövök ide, és így a csapat is teljesen jól fogadott, nem volt, vagy hát... hogy nem csak új arcok voltak, tehát voltak olyanok, akikkel már szerepeltem egy bajnokságban, vagy akár egy csapatban is. Ennél kicsit bővebben azért meséljék el a történetet, hogy hogy kerültél legelbe, mert a csapatnak a honlapján egy pár hete megjelent egy interjú veled, ahol kifejtetted, hogy hogyan is nézett ki a nyarad, hiszen több csapat képben volt. Ugye Debrecenből érkeztél, ott az edződdel vetted fel ugye Peti a kapcsolatot, és aztán jött ez a lehetőség, de nagyjából hogyan zajlott benned ez a váltás, ez a döntés, és hát milyen lehetőségek voltak még, hogyha lehet erről beszélni? Hát először is egy nyíradony keresett meg Debrecenbe, majd Kisvárdán voltam próbajátékon, ott hát elutasítást kaptunk ugye, majd később, mikor már ideigazoltam... Ismerős a helyzet, ott minket is elutasítottak tavaly utolsó fordulóban. Most már lehet vele viccelni, de hát nyilván egy pár hónap. Igen, aztán mikor eldöntöttem, hogy ugye idejövök, akkor ismét megkeresett a Kisvárda, hogy mégis szeretnék, hogyha oda mennék. És hogy annyi összeget ígérnek, amennyit szeretnék, de nyilván azért döntöttem emellett a csapat mellett. Mert megduplázták. Nem, mert... játék lehetőséget Persze. is kaphatok, és az a célom, hogy minél többet fejlődjek, na az, hogy most esetleg 19 évesen minél többet keressek. Ugye az elmúlt esztendőkben NB1-es csapatnak a csapatoknak voltál a keretében, hiszen Debrecenben Békés Csabán játszottál. Például Sári Barbarát onnan ismered személyesen, hiszen játszottatok együtt. Ez, hogy az NB1-ben kell most játszanod, ez milyen újabb fokozatot jelent a pályafutásod számára? Tehát ugye nem érzed azt, hogy most esetleg visszafejlődtél azáltal, hogy nem az első osztályban, hanem másod osztályban szerepelsz? Nem, egyáltalán nem, sőt örülök is, mert úgy érzem, hogy fejlődnöm kell még, és mint ugye az előző cikkben is megjelent, hogy innen szeretnék újra NB1-es játékos lenni. Azt hittem azt mondod visszavonulni, de hát nyilván azért hát, van még egy jó néhány év a karrieredben. Viszont arról nem beszéltünk, a Márti személye csak azért érdekes még különösen, mert ugye a tavalyi szezon végén a csapat tavalyi első számú balszélsője Buzsáki Nikolett érmététen esett át, és emiatt, hát ahogyan szokás, ilyen jellegű orvosi beavatkozás esetében fél éves kihagyás vár rá, hiszen, ha jól tudom, akkor novemberben kezdheti majd el a teljes intenzitású edzéseket. Tehát gyakorlatilag a balszélső az egy olyan pozíció volt, amit nyáron, mint luk, be kellett tölteni, be kellett tömni. Ezért is gondolom, hogy fontos volt az, hogy a Mártival sikerült megállapodni.
Azért is jó, nem csak mert balszén tud játszani, hanem belső poszton is, irányítóba is tud játszani. Ugye sőt, a hétvégén beállóból is jött két gólt, ugye befutásból. Igen. Hát beáll, igen, az egyik 7 méterest ugye kihagyta a sárba, Albi azt összeszedte, de azt nem lehet hova írni, úgyhogy beállóból jött a... De volt egy, ami befutásra beszélő. Volt egy, igen, az, igen, igen. De még egyszer mondom, hogy ha majd az Orosháza is kitérünk, ugye a Petrovics gárda, hogy megsérült, így a Márti akár ott is bevethető lett volna, bár nem került rá sorra a Molnár, Niki ezt most nagyon szépen megoldotta, de több poszton bevethető, így külön öröm számunkra, hogy itt van. A sajtótájékoztatón magán ugye elhangzott az, hogy milyen embereket, kiket igazoltunk, hogyha még egy pár mondat erejéig erre visszatérnénk, mert itt most már ismerjük, a kedves nézők is tudhatnak róla egy pár információt, viszont a többiekről is mondj légy szíves egy pár mondatot, hogy kiket igazoltatok nyáron, milyen poszton szerepelnek, és az eddigek alapján mennyire váltak be az EGRI csapatban. Hát nagyon fiatal játékosokat igazoltunk ismét, ugye a kapuba a Györfi Alexandra mögé jött, a Hajekrék a Fehérvárról, illetve a Kulcságrét a Ózról. Hát nekik egyelőre nagyobb szerepük lesz a junior bajnokságban, de nyilván, hogyha a Szandrak nem megy, akkor mind a két kapusra lehet számítani. Nyakó Rozi jött, ugye ő a kézlabda Szegedből jött balátlövő posztra. Kettős igazolással fog játszani mezőkeresztesen, reméljük ez a több játék lehetőség jót fog neki tenni a lelkének, és itt, hogyha ha szerephez jutnánk, akkor hozzá fog tenni, mert nagyon sok van benne egyébként, egy nagyon tehetséges és jó lövőerővel megáldott játékos. Ugye az Iván Emese jött, aki hát jobb szélen, jobb átlövőbe is bevethető. Pont beszélgettem neki, hogy vele, hogy le kell szokjon erről, csak hogy passzolgatok. Tehát ő azért van itt, hogy gólokat lőjen. És hát itt a másik félidőben az Orosháza ellen nagyon fontos három gólt lőtt, ami elengedhetetlen. Szóval van ilyen játékosunk, az ne passzolgassa, hanem lőjen. És hát igazából nem is tudom, hogy jött-e még valaki. Szerintem... Így vagyunk, igen. Hát akkor most térjünk ki még arra a leányzóra. Hát igen, a Faragó Réka, itt vele állapodtunk meg legelőször, mi azt gondoltuk, ő jött volna az akadémiáról, tehát rektor úr aztán volt a szerződés, alá is írta, aztán mikor beköltözés volt, akkor hirtelen ő beteg lett, majd 3 napra rá, miután már vagy 1000-szer hívtam, írt egy Facebook üzenetet, tehát valaki írta az ő nevében, és hát bejelentette, hogy Balmazújvárosra szerződik, hát szíve joga, hát nem fogunk sírni senki után. Szerencsére a Mártival sikerült megállapodni, úgyhogy azt gondolom, hogy mi teljesen rendben vagyunk. Bár azt azért el kell mondani, hogy ugye mi az első osztályra készültünk végig, és hát gyakorlatilag az utolsó pillanatokban kellett mindent átgondolni, illetve úgy kellett igazolni, hiszen azért a pénz az nem úgy engedte, ahogy lehetett volna. Mert bízunk benne, hogy minden rendeződik. Egy erős szponzor fog, reméljük hamarosan a sportklub mögé állni, és akkor azt gondolom, hogy szép jövő előtt állhat nem csak a női kézlabda, hanem az összes többi sportág is. Beszéljünk akkor most már a hétvégén elkezdődött bajnokságról, hiszen ahogy említettük, korábban Orosházán volt feladata az Esterházy KFSC csapatának. Azért volt pikáns egyébként ez a párosítás, attól függetlenül, hogy a szezon első mérkőzését is jelentette, mert tavaly ugyebár 3 fordulóval a vége előtt játszottunk Orosházán, és gyakorlatilag hát azon a mérkőzésen úgy kaptunk ki egyet, hogy ott nagyjából sokan sejtették már, hogy valószínűleg nem lesz meg a bajnoki cím, hiszen ugye 2 győzelem kellett volna, a Nyíradon sikerült utána hazai pánkét várra fektetni, viszont Kisvárdán egy igazi bajnoki döntő vált a lányokra, és hát ott már sajnos nem tudtunk nyerni. De az orosházi tüske azért benne volt mindenkiben, akiben nem volt benne, mert még nem volt itt, abban pedig az a tüske volt benne, ami a tüske nyomta az régi csapattársakat, pontosan az új csapattársakat, tehát ti is át tudtátok érezni a lányoknak a helyzetét. És hát ahogy én észrevettem, nagyon motivált csapat lépett pályára szombat kora este Orosházán. Meg is lett az eredménye, hiszen 3 gólos győzelmet aratott az együttes, ami mindenképpen jó rajt. Egy idegenbeli rangadót sikerült megnyerni, és hát ez egy olyan orosházi csapat, ahol azért nem sokan fognak pontokat szerezni. Én azt gondolom, meg nem csak én, hanem ti is. Kicsit beszéljünk a meccsről. Nagyjából azt kaptátok, amit vártatok előzetesen? Gondolom, hogy egy ilyen hőfokú, egy ilyen lelkiállapotú mérkőzésen tök mindegy, hogy hány góllal nyersz, a lényeg, hogy egyel többet lőj, mint a másik csapat, és hát mi 3-mal lőttünk többet.
pont a Márti nyilatkozott pont a meccsért, szerintem jó esélyezés volt, hogy ugye nem volt ott velünk azon az ominózus mérkőzésen, de ahogy elmondta, hogy hát küzdeni fog azért, hogy tehát nekünk ez egy nagyon, nagyon kellemetlen élmény, ami ott volt, és hogy azért küzdünk, hogy bebizonyítsuk, hogy majd hogy a mi csapatunk a jobb, és az csak egy botlás volt. Hát igen, hogyha ez tavasszal lett volna, akkor most lehet nem ellenük készülünk, de én mindig elmondom, lehet jobb is ez, hogy ez így alakult, mert nem biztos, hogy jó lett volna úgy állni, mint 3 évvel ezelőtt az első osztályba. Sokkal erősebb a bajnokság is, már az első osztály. Itt az NB1-B is nagyon kőkemény, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogy mi itt vagyunk. Rengeteg a harc, de azt gondolom, hogy nagyon jó játékosok alkotják a csapatunkat, és ez Orosházán is bebizonyosodott, hogy csapat vagyunk, ez biztos. Úgyhogy ha így tudunk játszani, akkor nagyon nem hiszem, hogy meg tudnak állítani, de nyilván minden nap más. Most már elkezdődik az iskola, tehát nehéz lesz a jövő, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tavalyi évhez hasonlóan szerepeljünk, vagy egy kicsit fényesebben. És ha még ebbe belemehetünk, hát nyilván egy 4 órás út után, tehát nincs autópálya, az ötkörődünk, tehát úgy érkezünk meg, és 80-nál megyünk. És most tényleg a csapat ott szombaton látszott, hogy meg akarja mutatni, hogy ezek nem ők a jók, hanem mi vagyunk a jobb csapat. Hát ez megtörtént, és most akkor Márti, megint téged kérdezlek, hiszen azért láttunk egy pár edzőmeccset az elmúlt időszakban, ahol mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül jött még ki az, ami benned van, hogy finoman fogalmazzak, viszont ezen a meccsen meg abszolút, és hát az első fél időben már 6 gólnál tartottál, olyan kis szögekből lőttél gólt, olyan helyekre jutott el a labda, hogy tényleg csettintettünk a nézőtér. Jó, én üvöltöttem, meg tapsoltam közben, meg ugráltam közben, de tényleg nagyon jól sikerült ez a mérkőzésed, és hát azt gondolom, hogy ezt várjuk a folytatásban is. Hát én is ezt várom magamtól, hogy ugyanígy tudják teljesíteni. Nyilván a felkészülés során az első Balmazújvárosi mérkőzés volt az, ahol tényleg, ahogy kapura fordultam, az gól lett. Sajnos utána volt egy kis hullámvölgyem, nem igazán úgy tudtam teljesíteni, és most úgy mentem fel a pályára, hogy itt oda kell tenni magunkat. És tényleg mindenkin azt láttam, mindenki harcolt, mindenki küzdött, és egy nagyon pozitív meccset játszottunk. Hát ez nyilván a lelkiekben az is benne volt a fejedben, hogy a felkészülési meccsek során azért Hegedűs Tibor elég komoly előszeretettel forgatta a sorokat, és a bal szélen ugye hol tekeztél, hol a Nagy Menny Anett meccs közben is gyakorta cserélt, tehát azok alapján nem lehetett azt kijelenteni, hogy akkor most te fogsz kezdeni mondjuk Orosházán, ugyanakkor nyilvánvaló volt ez. Tehát azért most, hogy ezt a mérkőzést így végigjátszottad, ráadásul jól is sikerült, gondolom, hogy azért egy újabb teher szabadult fel benned. Hát ezt nem mondanám, mert nyilván minden edzés más, de bízom benne, hogy ugyanígy tudom teljesíteni a rám szabott feladatokat, és akkor szerintem nem lesz probléma. Nézzük meg az elmúlt hétvége eredményét az NB1-be keleti csoportjából, hiszen rajtunk kívül minden más csapat játszott. Én, Peti, téged kérlek arra, hogy egy picit elemezd őket egy pár szóval, pár mondatban, aztán utána kicsit beszélünk majd arra, hogy az idei mezőnyben milyen csapatok vannak, kik lesznek a riválisok, és hogy kikre kell majd nagyon odafigyelni. Az első mérkőzésen Pénzügyőr-Nyiradony mérkőzést rendeztek, 32-25, ez gyakorlatilag papírforma, és ezt csak azért ragadnám ki, mert a Pénzügyőr új csapat a keleti csoportban, ők a korábbi esztendőkben nyugaton versenyeztek, ők itt vannak, hát ők szerintem egy ilyen stabil középcsapat lehetnek majd, nem? Hát igen, itt láttuk a tornán őket. Volt is egy ilyen párharc. Hát a Nyiradonynak sajnos lesznek gondjai ebbe az évbe. Gyakorlatilag papírforma, mert a Pénzügyőr szerintem jobb csapat, mint a Nyiradony. Hát igen, a Nyiradony lehetett volna erősebb is idén, de szerencsére nem lett. Szent István Kecskemét 23-24, ezt azért ragadom ki, mert én azt gondolom, hogy mi meccsünk mellett ez volt a forduló másik rangadója, és itt a fél idő még döntetlen állás volt, és ha jól tudom, az utolsó másodpercekben sikerült az egyik bajnok aspiráns Kecskemétnek elvinni a 2 pontot a fővárosból. Jobban örültünk volna egy X-nek, én azt gondolom. Hát jobb lett volna, igen, mindenképp, bár nem gondolom, hogy ez ilyen nagy rangadó lett volna, hogy a Szent István előadta magát, hogy nem lesznek olyan erősek, és nyilván a Kispestből visszament a 2-2-s, de szerintem tehát ennél sokkal
több góllal kellett volna nyerjen a Kecskemétnek. Sokkal jobb a játékos állománya, azt gondolom az egyik legerősebb. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történt Budapesten, még ezzel nem is foglalkozunk, de nyilván jobb lett volna, ha már az elején pontot vesztenek. Jó, hát azért a Szent István azért mondhatjuk, hogy ilyen óriás ülő idézőjelben, mert tavaly a Kispestet oda-vissza meglepte, szóval úgy tűnik, hogy ebben a csapatban benne vannak ezek a bravúros eredmények. Más kérdés, hogyha valaki múmusnak tekinthető az esetükben, azok mi vagyunk, hiszen mind a kétszer rangadóként apostrofáltuk tavaly össze és tavasszal is az egymás elleni meccseket, aztán nagyon simán elintéztük, hála az égnek őket. Tehát folytassuk az eredmények ismertetését. Kézilabda Szeged Ese Hajdúnánás 23-27. Talán a különbség az, ami meglepő, hiszen a Hajdúnánás egy erős csapat hírében áll, és a kis Szegedet hát szorosan verték meg. Hát igen, a Csapó Erika lett a Szegednek az edzője, rengeteg fiatal játékos tehát vitt Szegedről. Biztos hajtanak a utolsó percekig. Nyilván még nem láttuk a felvételeket, hiszen most mi még nem rájuk készülünk, úgyhogy mi is csak az eredményekből tudjuk, hát egész szorosra alakult ez a találkozó is. Nem tudom igazából, hogy a Hajdúnánás hogyan és miként játszhatott ellenük, bár azt gondolom, hogy a Nánás sokkal jobb csapat, mint a Szeged. Menjünk tovább. Hódmezővásárhely Pilisvörösvár 27-34. Két újonc csapat játszott egymással, és ez azért érdekes számunkra, mert vasárnap a Hódmezővásárhely érkezik a Leányka útra. Tehát egy picit azért ebből az eredményből úgy gondolom, hogy mi is be tudjuk árazni ezt az újoncot, nem? Nem szabad beáraznunk senkit, hiszen a újonc csapat a legrosszabb, hiszen minden mérkőzése úgy fognak pályára lépni, hogy bent tudjanak maradni. Tehát ez sokkal keményebb a tempó, meg ez az egész NB1-B sokkal erősebb, mint az NB2-es csapatok. Nem lesz egyszerű dolguk szerintem nekik se, hát vasárnap meg végképp nem, mert biztos győzelmet szeretnénk aratni, és hát úgy kezdeni itthon a szezont a szurkolóknak, illetve a nézőknek, hogy mellénk álljanak, és a jövőben is itt legyenek mellettünk. A mi meccsünkről beszéltünk, 26-23, tehát a végeredmény. A Szeged KKS csapata nagyon magabiztosan 15 góllal vert a Göd együttesét. Hát a Szeged az egyik nagy bajnok esélyes, hogyha lehet így fogalmazni. És azért is érdekes egyébként ez, mert jövő hétvégén Szegedre látogatunk. Tehát a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ismét a harmadik fordulóban kell a nagyobbik, az erősebbik szegedi csapattal összecsapni, viszont most tényleg ne erről beszéljünk, azt gondolom ez egy papírforma eredmény. A végére marad még a Balmazújváros-Fradi 2 meccs, ez 30-27-el zárult, Balmazújváros is újonc ebben a mezőnyben, a Fradi 2-t ők ugye tavaly nyugaton szerepeltek, őket megint csak átsorolták, azért mondom, hogy azért van bőven új csapat ebben a mezőnyben. Igen, hát itt a Balmaz is, a Fradi 2 azért többnyire fiatal junior játékosok játsszák ezt a bajnokságot. Nem meglepő az az eredmény, ez a Balmazújváros sokkal jobb, mint amikor két évvel ezelőtt itt voltak. Úgyhogy szerintem a Balmazújvárosok nem lesznek kiesési gondjai. És talán otthon azért még a nagy csapatok dolgát is megnehezíthetik. No, hát akkor nézzük, bár egy forduló után általában nem sok értelme van tabellát nézni, de mi megtesszük, ha már megcsináltam otthon. Tehát a Nagy Szeged vezeti a bajnokságot egy forduló után. Pilisvörösvár, Pénzügyőr, Hajdúnánás, Balmazújváros, Eger. Hát nyilván itt a gól különbség, ami most a rangsorol. Tehát jelen pillanatban a hatodik helyen állunk, de hát még egyszer mondom, totál semmi jelentősége nincs még ennek. Mindjárt folytatjuk a női kézilabda témát, viszont ha már benne vagyunk itt az eredmény ismertetésben, akkor azért a hétvégi férfi NB1-es kézilabda bajnoki eredményeket is fussuk át. Már csak azért is, mert a lányokkal egy időpontban játszott Mezőkövesden szomszédvári rangadót az Eger SB és Eszterházi együttese, ahol nyertek a fiú, 21-20, amit látható. Nem ez volt az első meccs, hiszen hétközben a Veszprém 9 fával verte az egyik újonc Budakalász csapatát. Ugye Tóth Edmond tanítványai egy góllal, egy elég gól szegény mérkőzésen nyertek a szomszédban, és hát ennek a találkozónak, ennek a győzelemnek még nagyon-nagyon fontos jelentősége lehet a későbbiekben. Komló Ceglét 20-22, a Gyöngyös talán meglepetésre, sőt meglepetésre vert a Balatonfüredet 24-23-ra, Molpik Szeged Tatabánya 26-23, hát gyakorlatilag a Szegeden lemásolták a mi orosházi eredményünket. Vác Balmazújváros 21-18, és hát itt is tudok tabellát mutatni. Itt már azért van nagyobb jelentősége, mert a Veszprém már 7 mérkőzésen van túl.
bekezdtek. Tehát a Veszprémiek 7-ből 7 győzelem, természetesen a második Szegednek 2 meccse van, de van olyan együttes, akinek még egy sincs. Én mondanám azt, hogy legyen most vége a bajnokságok, nem azért, mert nincs kedvem dolgozni, hanem azért, mert az 5. helyen áll az Eger SBS Eszterházi csapata, és hát azért ez egy nagyon-nagyon jó pozíció. Még akkor is, hogyha 2 mérkőzésen vagyunk egyelőre túl. Viszont akkor vissza a női kézilabda csapathoz, és akkor hát picit azért elemezzük ezt a mezőnyt, mert én azt gondolom, hogy idén sem lesz fenékig tejfel az élet keleten. Hát kik lesznek a riválisok, kik ellen kell különösen készülni, bár azért itt az előbb már elmondtunk egy pár információt a rivális csapatokat illetően, de azért tényleg egy picit a mezőnyről is beszéljünk, kikre kell nagyon odafigyelni az előttünk álló időszakban. Én úgy gondolom, hogy mindenkire ugyanúgy kell készülni, mert bárki okozhat nekünk meglepetést, de amit elmondtál az előbb a papírforma szerint, a Nagy Szeged és a Kecskemét lehet a riválisunk, vagyis én nagyon remélem, de a Kecskemétről minden évben elmondják, hogy nekik van a legjobb játékos állományuk, és mégsem tudnak a bajnokságban úgy teljesíteni, de majd most meglátjuk. Azt mondják, hogy gyenge a csapatvezetőjük, és hogy oda keresnek embereket. De visszavicet félretéve, a Kecskemét ugye tavaly ők is megfricskáztak minket, ugyanakkor valóban egy jó játékos állományú csapat. Itthon mondjuk azt, hogy hát nem is tudom, a bukásunk, vagy nem tudom, a mély repülésünk kezdete pont a kecskemételni hazai vereség volt, és hát sokan egyébként azt mondták, hogy nem is Orosházán ment el a bajnokság, hanem itthon a Kecskemét ellen. Mindegy, ne foglalkozunk a múlttal. Te hogyan látod, valóban a Szeged KKS-e Kecskemét duó lesz az a két együttes, akik veszélyt jelentenek majd ránk? Te ugye Márti mondta, szerintem mindenkire ugyanúgy kell, ahogy mondta, ez teljesen így van, mert bárkinek tud meglepetést okozni, nem csak azért, mert nőkről beszélünk, hanem mert tényleg nagyon, nagyon egyben van ez a mezőny, most nagyon jó csapatok vannak, de valóban a Szeged az jól erősített, ugye edzőtéren is, illetve több NB1-es játékos is odament, és hát a Kecskemét nyilván, aki próbálkozik, hát kíváncsi leszek. Majd kiderül. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. De erre kitérve, az Egert mindenki meg akarja verni. Az elmúlt években ugye, hogy mi mindig elmondjuk, hogy szeretnénk dobogóra lenni, illetve azt gondolom, hogy itt a egyetemen minden jól működik egyelőre, úgyhogy az Egert mindenki meg akarja verni. Tehát ezt sikerült kiharcoljuk az elmúlt években, hogy ide minden... Kellemes teher, nem? Tehát én, mint gyakorlott Fradi szurkoló veled egyetemben, azért tudjuk, hogy a Fradi ellen ne leves Márti, tudjuk, hogy az MTK-nak szurkolsz, és a hétvégén után nem beszélünk erről a témáról, de hát tudjuk, hogy a Fradit mindenki meg akarja venni, és nyilván ez a népszerűségnek az átka, a velejárója, de valahol ez meg jó dolog, hogy na most jön az Eger, egy komoly csata várható, őket mindenképpen szeretnénk megvenni, tehát nyilván a klub eljutott egy ilyen szintre, hogy ahova megyünk, ott igenis élcsapatként és komoly csapatként számolnak velünk. Igen, hát hogyha megnézzük, hogy 5 éve ez a klub hol volt és most hol van, mindenképp ez számunkra nem negatív, hanem pozitív. Most hogy... hát ugyanitt, mert azt hiszem 5 éve NB1-ben harmadikok lettünk, szóval. De értem, amit mondasz. Igen, csak az a különbsége, hogy most körülbelül 200 kisgyerek még kézlabdázik, tehát örömmel vannak itt, felnéznek úgymond a felnőtt játékosokra is, valamikor ugye egy helyszínen egymás után edzenek, és ez szerintem nagyon jó dolog. Tehát ha ezt nem látják azok az emberek, akiknek látni kéne, hogy itt a női kézlabda terén is kialakult egy olyan utánpótlás bázis, amiből lehet építkezni. És tényleg a gyerekek, látszik rajta, hogy örömmel és úgy mennek edzésre, hogy nem a számítógép elé mennek, hanem futkároznak, rohangálnak, dobálják a labdát. Tehát erre lehet támaszkodni, és szerintem ezt nagyon meg kell lovagolni, hiszen nem mindenhol van így. Akkor ez legyen a végszó. Annyit még azért mindenképpen áruljunk el, és a következő dia ezt is mutatja, hogy a hétvégén egyetlen egy eseménye lesz a sportcsapatainkat illetően. Az Eszterházi KFSC együttes első hazai bajnokiát játszó vasárnap 17 órától az újonc hódmezővásárhely ellen. Azt gondolom, hogy a ti nevetekben is mondtam, hogy mindenkit szeretettel látunk, és hát ha jól tudom, akkor idén az utánpótlás csapatoknak is ki van adva, ott kell lenni, szurkolni kell, tehát egészen biztos sok néző várható, sőt, akkor annyi kulisszatitot még hagy áruljak el, hogy egyetemi szurkoló
tábor van éppen kialakulóban, és hát ha minden igaz, akkor vasárnap már bemutatkozhatnak a hangos hallgatók, és hát azért az mindenképpen emeli majd a meccsnek a színvonalát szerintem, meg a hangulatát mindenképpen. Ez hát a hétvégi program, most viszont utánunk egyből megtekinthető a hétvégi férfi kézilabda mérkőzés, méghozzá Mezőkövesd-Eger összecsapás, amikor majd a speaker, a riporter nem örül az egri góloknál, az azért van, mert a Mezőkövesdi televíziótól kaptuk meg a felvételt, de azt gondolom, hogy örülni fogunk annak, hogy a vége nem lesz olyan lelkes a kollega. Ez következik tehát utánunk, holnap 18 órától firkászokkal jelentkezünk, jövő héten pedig folytatjuk stúdió beszélgetésünket más vendégekkel. Én köszönöm Borbé Márton és Utka Péternek, hogy itt voltak, hogy itt voltatok. A szezon hátralévő részére ugye még van 25 mérkőzés, további sok sikert kívánunk, jövő héten pedig beszámolunk a hétvégi eseményekről is. Köszönöm, hogy itt voltak, minden jót, a viszontlátásra!